Orosz István Kossuth Díjas grafikus művész a 80-as évek közepén lerajzolt egy tányérsapkás szovjet katona fejet hátulról. Nem volt modellje, emlékezetből dolgozott, kisiskolásként látott épp elég kopasz redőzött tarkot a kecskeméti Zója utcai általánosban, ahol az épület egyik felében őket, a másik felében a megszálló oroszok gyermekeit tanították, és reggel ilyen apukák hozták otthonról, illetve este ilyenek vitték haza, a szőke, kislányokat és kisfiúkat. A telefonnál Orosz István Kossuth Díjas grafikus művész, a Nemzet Művésze, az MMA rendes tagja. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Beszélgetésünk apropója, hogy kiállítása nyílik a BKSC Weiss-Manfred Technikumban. Mielőtt a kiállításról beszélgetnénk, pörgessük vissza az időkerekét. 1977-ben első animációs filmjével a Csönddel kezdi meg a rajzfilmjeinek máig ívelő sikersorozatát, majd kulturális plakátjával a magyar plakátművészet egyik különös, egyéni hangú alkotójává vált. Ha jól tudom, anno irodalmárnak készült. Édesapja Orosz László irodalomtörténész volt. Hogyan nem lett irodalmár és hogyan lett grafikus? Először erről meséljen nekünk. Hát az, hogy grafikus lettem, azért összefügg az irodalommal valamelyest, mert én az iparművészeti főiskola, akkor úgy nevezték, hogy tipografika tanszékére jártam, ahol könyveket illusztráltunk, díszleteket terveztünk, színházplakátokat, könyvplakátokat készítettünk. Szóval azért eléggé irodalmias volt az a millió, amiben én grafikusként ott becsöppenhettem. És azt gondolom, hogy máig is, főleg könyvillusztrációim vagy kulturális plakátjaim révén valamennyire kötődöm az irodalomhoz. Ön készítette a magyar rendszerváltás emblematikus plakátját, amire a bevezetőben is utaltam, Tovaristi Konyecet. Tudom, hogy zavarja, ha csak ezt a plakátot emeli ki az alkotásai közül, de sokaknak nagyon fontos ez a mű. Nem sokkal közzététele után nemzetközi árfolyama lett, rákerült a külföldi gyűjtők beszerzési listájára, kiállításokon tűnt fel, sőt, díjakat is kiérdemelt. Kicsit meséljen a plakát születéséről, és arról, hogy önnek mennyire hangsúlyos ez a mű. Hát inkább azzal kezdem, hogy nekem mennyire hangsúlyos. Uh-huh. Tényleg igaz, amit mondott, hogy hát egy picit már unom, hogy mindig ez kerül elő, de hát tényleg el kell ismerni. Gyanítom, hogy csináltam én azóta olyan plakátokat, amelyek legalábbis grafikai szint tekintetében elérik ezt a színvonalat, de hát nyilván egy olyan időben született, olyan pillanatban és helyen, a rendszerváltás idején és itt Kelet-Európában, hogy valószínűleg ez az itt és most, ez adta meg neki az erejét, és ezért emlékeznek ma is rá. Azon a kiállításon, amelyről most beszélünk, egyébként nem fog szerepelni ez a plakát. Zömmel kulturális plakátokat teszek ki a Mansfeld galériában. Tulajdonképpen nem egy óriási kiállítás lesz ez, tehát próbáltam csak egy szegmensét bemutatni annak a tevékenységnek, amellyel foglalkozom. Azt nem nagyon bírta volna el a kis kiállítóterem, hogy nagyon sokféle munkákat kitegyek. Úgyhogy kulturális plakátok, kiállítás plakátok, filmplakátok, színházi plakátok, könyvplakát szerepel ezen a kiállításon. De hogyan jött az életébe a plakátművészet? Hát valószínűleg összefügg azért azzal, hogy én 1970-ben, amikor a továbbtanuláson gondolkoztam, akkor más egyetem nem nagyon jöhetett szóval. Hát hosszú történet lenne, nyilván azért, mert apám, akit említett az imént részéről, ő ugye az 56-os forradalom során egy kicsit exponálta magát, és akkor nyilván ez kihatott arra is, hogy én a fia az valószínűleg nem mehettem volna, meg se próbáltam mondjuk az ELTÉ-re menni, ami az érdeklődésemnek. Abban az időben lehet, hogy egy kicsit tényleg jobban megfelelt volna, de az iparművészeti főiskolán is tudtam, hogy lehet ilyesmikkel foglalkozni. Tehát ahogy az imént említettem, könyvillusztrációval, irodalmi művek plakátjaival,
könyvtervezéssel, sőt, hát még azt is elmondhatom, hogy ott mi, és ebben nekem is részem volt, irodalmi színpadot, színházat csináltunk, hogy színházi előadásokat is csinált, vagy hozott létre abban az időben az iparművészeti főiskola, ami érdekes volt, mert ugye a textiles lányok tervezték a jelmezeket, a belső építész fiúk csinálták a díszleteket, a grafikusok csinálták a színház plakátokat, meg hát szerepeltünk benne. Mi volt a titka annó a plakátoknak, hogy közvetlen hatást érve el, erősen hatott az emberekre? Tehát szerintem egyetért velem abban, hogy sokkal erősebben megérintette a nézőt, mint napjainkban. Hát ez igen, ez így volt, már csak azért is, mert akkoriban még az emberek különféle rendezvényekre, például színházba, moziba, plakátok buzdítására mentek el, plakátokat láttak az utcán, sokkal több plakát készült akkor, és szerintem nagyon, én legalábbis úgy gondolok rá, hogy nagyon helyes módon grafikus plakátok készültek. Azt értettem ez alatt, hogy például egy filmplakáton nem a filmszínésznő arcképe jelent meg, mint mostanában, vagy egy jelenet a filmből, egy kiválasztott fotó a filmből, hanem grafikusokat hívtak meg, akik rajzolták a plakátokat, tehát nem megjelenítettek egy képet a filmből, hanem megpróbálták jelképesen annak a műnek az eszenciáját megjeleníteni, amiről szólt. Szóval valahogy gazdagabb tartalommal jelentek meg akkoriban a plakátok. Én úgy szoktam ezt mondani, meg hát úgy tanították nekünk annak idején az akkori iparművészeti főiskolán, amit most Móvoli Nagy Lászlóról neveztek el, hogy a plakát a 20. század művészete, ebben azért ugye látensen benne van az is, hogy nem a 21-é, tehát manapság már más, tulajdonképpen olcsóbb és gyorsabb eszközei vannak a reklámnak, mint a plakát volt, de hát mi plakát tervezők azért még manapság is igyekszünk a plakátnak, ha legalábbis nem magát a plakátot, de a plakát nyelvét, a plakátos gondolkozásmódot megőrizni, és hát manapság is azért csinálunk plakátokat, ha nem is mind utcán jelenik meg, de kiállító termekben, pályázatokon, biennálékon megjelennek a plakátjaink, és hát ez a mostani is ilyen, ugye egy plakát kiállítás, amiről beszélünk. Részben választ adott a most következő kérdésre, de azért még szeretném, ha egy picit visszatérnénk rá, hogy mit lehet egy plakáttal kifejezni? Igen, amikor azt mondta, hogy részben választ adtam rá, hogy valami jelképeset, valami összefoglalót mondani alkalmas a plakát, hogy egyetlen képben megjeleníteni azt a gyakran hosszú dolgot, amiről elmondva csak perceken vagy hosszú időn keresztül lehetne beszélni. Szokták mondani, hogy egyetlen rajz az 100 mondattal is fölérhet, és hogyha plakát ezt meg tudja valósítani, és tényleg kedvet tud csinálni ahhoz az eseményhez, amiről a plakát szól, vagy elszántságot tud ébreszteni a nézőben, hogy ott legyen azon a rendezvényen, ami hát lehet egy színházi előadás, de lehet egy politikai demonstráció is, ami feltűnik a plakáton, akkor talán betöltötte a funkciót. Művészetek komoly és játékos egyszerre, a legtöbb alkotás előtt nem pár másodpercig áll az ember. Hát ez vár a látogatókra a kiállításon? Igen, én szeretnék olyan plakátokat csinálni, amelyekről lehet beszélgetni, ami ugyan egyetlen képpel elmond valamit, de utána a plakát előtt megálló emberek tudnak diskurálni róla, és ugye egy olyan kiállításról beszélünk, ami egy iskolában fog megvalósulni, egy kicsit misszióként is tekintünk erre a kiállításra, és hát remélem, hogy
hogy a kiállítás rendező és létrehozója Keppel Gyula tanár úr majd a diákjaival hosszasan tud beszélgetni a plakátok előtt. Igen, mert ha jól tudom, akkor a közös gondolkodásban hisz, ha úgy tetszik, az ön által bejárt alkotói út megfejtésében egy kiállítás kapcsán, a saját művei kapcsán. Jól érzékelem, jól tudom? Hát örülnék, hogyha így történne. Igen, vannak rejtvények is ezek között, a plakátok között, amelyeket meg lehet fejteni. Sőt, én azt remélem, hogy olyanok is vannak, amelyeket többféle módon lehet megfejteni. Úgynevezett kettős jelentésű vagy több jelentésű munkáim is vannak, és hát magam is örömmel szoktam nézni, amikor a képeim előtt vitatkoznak és diskurálnak a nézők, és válogatnak a lehetséges megfejtések között. Hogyan állította össze a mostani kiállítás anyagát? Hát próbáltam, ugye mondtam, hogy csak egy műfajról van szó, a plakátról van szó, de azért viszonylag tágan értelmezni, tehát nem csak nagyon friss plakátok, hanem gyakorlatilag úgy emlékszem, hogy az 1980-as évek végéről való a legelső plakát, és hát talán tavaly, vagy igen, körülbelül tavaly az utolsó plakát. Tehát egy elég tág időhatárok között működik a plakát, és valamennyire felelgetnek is egymásnak a plakátok, tehát van valamiféle párbeszéd a munkák között, vagy talán ez érzékelhető lesz a falakon is. Meddig látogatható? Ahogy ön is említette, a BKSC Weiss Manfred Technikumban lesz látható a tárla, tehát egy iskolában. Ez a Mansfeld Péter Galéria 100. jubileumi kiállítása is lesz egyben, tehát a legfontosabb tudnivalókat mondjuk el a hallgatóknak. Hát igen, ott lesz a kiállítás. Be kell valljam, hogy meddig van nyitva. Én, ha jól tudom, akkor december 16-áig, de... Köszönöm. Nagyon-nagyon köszönöm. Orosz István, a Kossuth Díjas grafikus művésszel, a Nemzet művészével, az MMA rendes tagjával beszélgettünk. Köszönöm önnek, hogy időt szakított ránk. Köszönöm én is. Viszont hallásra.